A Ludovik Arénában rendezett ünnepséggel kezdődött meg a 2022-2023-as tanév a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Deli Gergely, az intézmény rektora köszöntőjében hangsúlyozta, az egyetem mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hallgatók megismerjék a kreatív tanulást és élmények alapján sajátítsák el a hivatásukhoz szükséges ismereteket. Mint fogalmazott, akik idén kezdik meg vagy folytatják tanulmányaikat, nagy feladatra vállalkoztak. Hiszen nagy hivatástudattal kell rendelkeznie azoknak, akik egyenruhát viselnek, mivel minden egyes nap egy új kihívást tartogat számukra. Ezért az egyetemen a hallgatókat felvértezik mindazon szaktudással, amik az akadályok és nehézségek leküzdéséhez feltétlenül szükségesek. Zsiga Tamás László, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a közszolgálata elköteleződés egy folyamatosan változó világban, amelyben az állam biztonságát, rendjét, a szervezet működését szavatoló feladatok mellett a társadalom fejlődését szolgáló intézmény és szervezetrendszer fenntartását egyaránt biztosítani kell. Az önök feladata nem kevesebb lesz, mint felkészülni a globális környezeti, nemzetközi és társadalmi kihívások kezelésére, és a szédítő sebességgel átalakuló világban a stabilitást és a fejlődést szolgálni. Az államtitkár hozzátette, a Közszolgálati Egyetem a biztos jövő egyeteme, innovatív, korszerű és folyamatosan gyarapodó intézmény, ahol a legmagasabb szintű tudást lehet elsajátítani. A hallgatók az intézményben a legnagyobb szaktekintélyektől tudják megtanulni mindazt, ami a haza szolgálatához elengedhetetlen. Hazánk biztonságának záloga a Magyar Honvédség és az a nagyszabású haderőfejlesztési program, amelyet 2017-ben indítottunk el. A Magyar Honvédség alakulatait egyre korszerűbb haditechnikai eszközekkel tudjuk felszerelni, amelyek képességeikben megfelelő erőt jelentenek az ország védelme érdekében. De önmagában a haditechnikai fejlesztés nem jelent megoldást. A Magyar Honvédség igazi erejét a katona jelenti. Jó helyzetfelismerő képességgel, magas műszaki ismeretekkel rendelkező, önállóan dönteni, vezetni képes tisztekre van szükségünk. Az ünnepség végén a Katasztrófavédelem központi zenekara adott koncertet.